Nagy Márk vagyok Szegának Kft-től, és szeretném bemutatni az ER416T rakodógépünket. Főbb adatokat csak a gépről megemlítve, hogy miket is tud. Tehát 416-os, ebből 16 az emelési tömegre, tehát 1600 kg az emelési tömege, 3,1 méter a maximális emelési magassága a gépnek, 50 lóerős motorral szerelt, de ez lehet akár egy 60 lóerős motorral is szerelni. Opcióként választható. Maga a gépnek a szélessége az 1 méter 80 centi, 1 méter 80-90, most itt gyakorlatilag a gumizástól függ, hogy mi a szélessége. Egy nagyon fordulékony, ügyes kis rakodó, ebben az új fülkével ezt szeretnénk bemutatni. Új fülkével van, illetve az új derék gép kialakítással, amit már a 416-os rakodóból láthattak egyesek, akik már úgy ismertebbek a márkával. Maga a márka egyébként egy német-kínai közös termék. A gyártás az Kínában van, a fejlesztés az a németekkel, illetve a minőség ellenőrzése a németekkel közösen történik. Nagy Márk vagyok a Szegának Kft-től, és szeretném bemutatni az Everen ER416T rakodógépünket. Ez egy újdonság most itt 2020-ban, hogy mutatjuk be ezeket a technikákat, tehát a gyárnak egyik újdonsága. A 416-os nevét, hogyha itt megnézzük a gépnél, a négyes jelenti, ez egy újfajta vázkialakítást jelent. A 16-os az azt jelenti, hogy 1600 kg a terhelhetősége, tehát az emelési képessége, maximális emelési képesség. A T az pedig az alacsony fülkére utal. Tehát ez egy új fülke kialakítás, gyakorlatilag most jönnek be az első ilyen gépek. Így 2 méter 55 centi a gépnek a teljes magassága. Nagyon jó ebből a fülkéből a fölfelé való kilátás, mivel szépen egészen magasra beívelt az ablaka. Mit jelent ez a négyes szám, amit mondtam, hogy új vázkialakítás? Az új vázkialakításnak az egyik jellegzetessége maga a dereka. Ez a gép ugyanis a derekánál nem csak fordul, hanem billent is. Tehát itt van az egyik határoló, ott a másik, tehát itt van egy billenő mozgása. Ezeknek a gépeknek a korábbi modellekhez, tehát a sima 16-oshoz képest nagyobb a fordulási szöge, tehát fordulékonyabb ez a gép. Maga a gép kialakítása is más, keskenyebb gém van, illetve egy emelő munkahenger van a gémen, tehát egy emeli, amiatt, hogy keskenyebb a gém is, jobb rálátást enged a munkaterületre, tehát kényelmesebb a kezelő számára a munkavégzés. Hogyha már itt elől vagyunk, itt láthatjuk, hogy ezek eurós felfogatással vannak, ezek a gépek, tehát ezek a gyakorlatilag a rakodóknál a leggyakrabban alkalmazott eszközfelfogatás, akár a homlokrakodós traktorokon is jellemzően ilyen felfogatás van. Itt plusz eszközt is tudok vezérelni, tehát például egy 4:1 kanalat, vagy például egy trágyavillát. Adott esetben opcióként lehet ebből két pár, amennyiben nyitható, forgatható erdészeti fogót, tehát ezt a röngfogót akarok használni. Ezzel a csappal tudom váltani, mert ebben az esetben egy harmadik köröm van, arról tudom vezérelni itt, amit mutattam, az eszközt, illetve ennek gyors eszköz csatlakoztatása van, tehát maga az eszköz rögzítő munkahenger, az itt van mögötte, itt látszódik, ott van az eszköz biztosítás. A rakodógépen traktormintás kerekek vannak, ezt szokták általában a mezőgazdaságban
használni, lehet ipari gumikkal is, illetve gyepgumival, szélesebb gumival is rendelni, de általában az összkerékhajtás miatt, hogy sárba kell dolgozni, ilyen terepre ezek a kerekek a legjobbak. A 416T-nek mondtam, hogy ez az egyik jellegzetessége, ez az új fülke, de az új fülkében, hogyha hátra jövünk, tehát egy nagyon fontos része a rakodónak maga a motor, itt az egyik újdonság maga az új burkolat, a 416T-nek is más a burkolata, ez a, és fölfelé nyitható. Itt lehet belesni, hátul van az akkumulátor, illetve súlyok is, ezek tömör acélsúlyok, öntvénysúlyok vannak a gépre beszerelve. A motorja, itt ránéznek, ennek egy egyszerű motorja van, itt a kompresszor látható, a kompresszor az pedig a fék rásegítésre termeli a levegőt, ezen ugyanis mind a négy keréken tárcsafék van, tárcsafék segíti. Másik oldalról látható, hogy ez a motor egy egyszerű sorosadagolós motor, de ezek a gépek Euro 5-ös motorral is rendelhetőek. Euro 5-ös motor, az ott már nagy nyomású, nem ilyen sorosadagolós, egyszerű motorral szereltek. Itt oldalt, hogyha megnézünk lent, ez a kis aranyszínű doboz, ez pedig a vízmelegítője. Tehát ilyenkor, hogyha, mint most is, hogy hideg van, ilyenkor be lehet dugni a 220-ba, és meg lehet melegíteni, és már melegen lehet indítani a gépet. Hogyha innen hátulról megnézzük, ezen ledes munkalámpák vannak. A gépen elől is, hátulról is, illetve láthatjuk a tolatókamerának a kis kameráját. És ahogy beülünk a gépbe, a 416-osoknál alapfölszereltség az elektromos irányváltó, itt tudom állítani a előre-hátra menetet, illetve középállásban van az üres állás, tehát előre-hátra, csak egy gombnyomással. A sárga gombbal pedig a két sebességfokozat közül tudok választani. A sebességváltó az kétsebességes, itt most látszódik is, hogy kettes fokozatban van, és itt a sárga gombbal tudom váltani egyes-kettes, tehát a kettes, a gyors az egy utazó, az egyes az pedig egy lassú fokozat. Itt tudom látni egyébként a levegő nyomást is, illetve olajnyomást. Tehát mind a kettőt itt a műszerfalon nyomon tudom követni. A joystick mellett, ahogy hátramenetet kapcsolok, elől látom a tolatókamera képét, tehát az automatikusan kapcsol, ahogy rakom hátramenetbe, egyből sípszó is van, illetve mutatja a tolatókamera képét. Kihelyezett szelepnél, amit elől mutattam, hogy lehet vezérelni, az itt van, tehát ez egy mechanikus vezérléssel van. Oldalt található még itt a klíma vezérlő panele, mivel ez klímával is felszerelt, illetve itt van a rádió is. Ablaktörlőt tudom itt vezérelni, munkalámpákat, illetve villogót. Befúvó is, több is jutott légbefúvó a fülkébe. Ezen a gépen ráadásul van még lengéscsillapítás, gémlengéscsillapítás, amit ezzel a kapcsolóval tudok aktivizálni. Maga a lengéscsillapításnak a tartája az elől található a gép derekánál. Nitrogén akkumulátor, azt kapcsolom be a rendszerbe. Hogy egy pár fontos adatot mondjunk még, ami itt kimaradt, tehát hogy 1600 kilót emel a gép, és 3,1 méter magas a maximális emelési magassága, illetve a saját tömege az 4100 kg, ami azért viszonylag tekintélyes, tehát itt elég jó munkát lehet végezni, illetve mindjárt itt meg is indítom a gépet, és lehet látni, hogy milyen jó a kilátás. Tehát fölemelem magát a gémet, és lehet látni, hogy magából a fülkéből milyen jól
végig ki lehet látni. Tehát ez a maximális emelési magasságom, és innen tudom szépen leengedni. Gépnek ennek egy 50 lóerős Euro 3-as motorja van, tehát ezzel nem vizsgáztatható, lehet Euro 5-ös motorral is vásárolni a gépet. Az Euro 5-ös motor az lehet 50, illetve 60 lóerős, ezekkel már vizsgáztatható a gép, tehát rendszámot, piros rendszámot lehet akár. Ezzel a géppel, ebben a motorral, tehát ebben az Euro 3-as motorral, zöld rendszámra most lehet kérni, és avval lehet közúton közlekedni, már aki jogosult zöld rendszám kérésére. Egy kicsit megmozgatjuk a gépet, nézzék meg, hogy mozog, hogy fordul a gép. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet a gépbemutatóval kapcsolatban. Remélem, hogy sok információ érdekes volt, hasznos volt. Tekintsék meg további videóinkat akár honlapunkon, akár a YouTube csatornákon, és amennyiben további információkra lenne szükségük a gépeinkkel kapcsolatban, akkor keressék területi képviselőinket. Köszönöm a figyelmet!